Zóna TV. Kapcsolatot teremtünk. Iratkozz fel csatornánkra. Egészségpart. Ingyenes szűrések csabrendeken. Találó név lett a 2023. Megválasztották az Európa Kulturális Fővárosa hivatalos sörét. Díjátadások. Kitüntető címek a Zalahalápi falunapon. Közös kiállítás. A halimbaiak megmutatták művészi és hobbi alkotásaikat. A Balaton, a Balaton felvidék, Sümegés térségek körzeti televíziójának weboldala már az Önök kezében van. Friss információkért csak egy kattintás a zonatv.hu-ra, és már is minden elérhető. Televíziós műsoraink és az aktuális kis hírek mellett hirdetési felületeink is várják partnereinket. Együttműködésünk alapját képezik a bannerek, valamint a rovatokhoz társítható reklámblokkok. Miközben nézőink böngésznek oldalunkon, közben elérhetik az Ön szolgáltatását, termékeit. Professzionális, egyedi megjelenést biztosítunk. Várjuk mindazokat, akiknek fontos a webes jelenlét. Zonatv.hu. Egy újabb platform, ahol kapcsolatot teremtünk. Várjuk hirdetőink jelentkezését megújult 4-keretes képújságszolgáltatásunkkal. Felületünk alkalmas lakossági apró hirdetésekhez, vállalkozói megjelenésekhez, szolgáltatások népszerűsítéséhez, közérdekű információk közléséhez. Műsorainkat követhetik nézőink Sümegen, Ajkán és Tapolcán, valamint a környező községekben, összesen már 80 településen. Tehát ha hirdetésről van szó, akkor is Zóna Televízió. A Zóna Körzeti Televízió legfrissebb adásával jelentkezünk. Köszöntöm nézőinket, Peng Mónika vagyok. Műsorunkat megtekinthetik a PR Telekom kábel szolgáltató digitális rendszerén. Ezen kívül már Tapolcán, Tapolca-Diszelben is láthatnak bennünket, valamint a Magyar Telekom előfizetői is találkozhatnak velünk. Mindez azt jelenti, vételkörzetünk már több mint 80 településből áll. Mai adásunkban is a Balatonfelvidék, Ajka, Tapolca, valamint Sümegés térsége eseményeiről készítettük műsorunkat. A Nemzeti Népegészségügyi Központ Helybe visszük a szűrővizsgálatokat programja 5. éve látogat el olyan kis lélekszámú településekre, ahol a közlekedési adottságok miatt nehezen hozzáférhetőek a szűrések, vizsgálatok. Így történt ezúttal Csabrendeken. Jelen volt Müller Cecília főorvos asszony és Navracsics Tibor országgyűlési képviselő miniszter is, akik sajtótájékoztató keretében foglalták össze a program jelentőségét. Megtelt a csabrendeki községháza mögötti tér. 4 szűrőbusz érkezett, melyek kényelmes, komfortos lehetőséget kínáltak a lakosság széleskörű vizsgálatára. Amikor megérkezik a páciens, akkor egy általános adatfelvétel történik, egy regisztráció. Aztán a kettes regisztrációban egy nemzetközileg elfogadott kérdév alapján egy általános rizikóbecslés történik, az életmódra vetítve, mentális állapotra. Ezután a pácienseket az egyes buszra irányítjuk, itt újbegyből egy tűszúrással vércukor, koleszterin, triglicerid, férfiaknak prostataszűrés van, vérnyomásmérés, majd a buszon, a bal oldalon egy csontsűrűség és egy általános test összetétel vizsgálat, egy InBody készülékkel. A busz másik részében pedig EKG van, és egy bokakarindex, ami azt jelenti, hogy a 4 végtagnak a vérnyomását nézzük meg. Mindezek alapján egy általános korképet lehet megállapítani a vizsgálatokon résztvevőkről, akik a további buszos rendelőkben már egyéni szűréseken vehetnek részt. Nagyon fontos az embernek vigyázni az egészségére, a jövőre betekinteni, és nem amikor baj van, amikor tényleg betegek vagyunk, akkor orvoshoz menni, hanem előre gondolkodni, és az esetleges sem felmerülő problémákat minél előbb kideríteni, feltárni, úgy sokkal könnyebb még utána megelőzni, mint,
mint utána a későbbiekben gyógyítani. Részt vett ezen az alkalmon Navracsis Tibor országgyűlési képviselő, miniszter, aki tájékoztatójában hangsúlyozta, a kormány célja, hogy mielőbb kiszűrjék a betegségeket, és a vidéki lakossághoz is közelebb vigyék ezt a lehetőséget. Ehhez természetesen partnerként kellene maguk a polgárok is, hogy jöjjenek el és vegyenek részt a szűrővizsgálatokon. És a tapasztalatok azt mutatják, hogy nem elég az, hogyha egy-egy nagyvárosban nyílnak meg szűrőpontok, hanem el kell jönni falvakba, kisebb városokba is, hiszen a helyszíni szűrővizsgálatokon sokkal nagyobb a részvételi arány, mint ahogyan itt Csabrendeken is láthatjuk. Az emberek nyilván szívesebben mennek el egy olyan szűrővizsgálatra, amely házhoz jön tulajdonképpen. És hát a cél az, hogy minél nagyobb arányban térképezzük fel azokat a kockázati tényezőket, amelyek esetleg a lakosságra leselkednek, a betegségeket, amelyek egy későbbi fázisban már sokkal drágább és sokkal kisebb hatékonysággal gyógyíthatók, és talán így, sőt nem csak talán, hanem biztosan emberéleteket is lehet menteni. Müller Cecília, az országos tiszti főorvos úgy fogalmazott, elsődleges cél, hogy az egészségben eltöltött életévek számát növeljék. Ennek eléréséhez hozzájárulnak a rendszeresen végzett szűrővizsgálatok is. A kis településeken úgy látom, hogy a résztvevők hálásak ezért, hiszen rövid idő alatt egy jó egészségi állapot felméréshez, információhoz tudnak jutni. Ezt abból is látjuk, hogy egyre nagyobb az igény. Nagyon sokan jelentkeznek most már a Nemzeti Népegészségügyi Központnál, hogy szeretnék igénybe venni ezeket a buszokat, és igyekszünk most már visszatérni is egyes helyekre. Elsősorban a hátrányos helyzetű településeken kezdtük el a munkánkat, majd ehhez kapcsolódtak a különböző rendezvények, és most éppen az egészségpart kapcsán a buszaink járják a Balaton környékét, és ami kicsi település a környéken jól elérhető, és még ebbe a programba valahogyan bele tudjuk szorítani, ott is megpróbálunk megjelenni. Az a cél, hogy minél többen, minél szélesebb körbe tudják igénybe venni a szolgáltatást. Egyetlen gondolat, azon kívül, hogy kiszűrésre kerülnek a tünetmentes problémák, feltétlenül kell, hogy jelentkezzen utána az egészségügyi ellátórendszerbe valaki, hiszen akkor oldódnak meg a problémák, és nem rosszabbodik az egészségi állapot, illetve helyre tudjuk állítani időben. Ez a szűréseknek az alapvető célja. Tehát egy életünk van, vigyázzunk rá. Hirdeti ezt a program mottója is. A csabrendeki lakosok közül sokan éltek is a lehetőséggel, de érkeztek szép számmal a környező településekről is. Úgy gondoljuk, hogy megelőzésképpen ez egy nagyon jó program, ahol a kis települések is el tudnak jönni és részt tudnak rajta venni. Ha nincs autó, nincs közlekedés, az önkormányzat megoldja. Az Egészségpart elnevezésű programsorozat a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzser Képző Központ és a Nemzeti Népegészségügyi Központ szakmai támogatásával jött létre. Citrusos, bodzás, ízvilágú, világos belga élesztővel erjesztett felső erjesztésű ital. Ez a Web 2023 LKF hivatalos söre, amely az Érci apátság sörmanufaktúrájában készül, kifejezetten a programsorozat italaként. Zircen, ahol évszázados hagyományai vannak a sörgyártásnak, hetente mintegy 1000 liter gyártanak mostantól az LKF söréből. A 2023 nevet a közönség bevonásával találta meg a Veszprém Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program. Megszületett a neve a Veszprém Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa hivatalos sörének. Ezt Zircen a Ciszterci apátság évszázados falai között jelentette be, közösen az Európa Kulturális Fővárosa program és az apátsági sörmanufaktúra. Tungli Péter gasztronómiai programokért felelős vezető elmondta, hogy a gasztronómiai rendezvények és termékek harmonikusan egészítik ki a már idén is gazdag kulturális kínálatot. Várva várták tehát a sör elnevezését, majd forgalmazását is.
Bérci László Bernát apát bemutatta az apátság történelmi, kulturális hátterét, és elmondta, a sörkészítésnek nagy hagyománya van Zircen, ez egészen 1735-ig vezethető vissza. 2015-ben indítottuk újra, valóban fölélesztve az apátságnak ezt a régi hagyományát. Természetesen a sör mellett régen volt az apátságnak kiemelkedő bortermelése is. Ugye 1946-ban az egyházi földeket államosították, most nem ez az irány, viszont a sör készítéshez minden lehetőség adott volt. Így indítottuk újra útjának. Nem szó szerint, betű szerint a régi receptekkel, hisz ma más az ízlése az embereknek. Talán az mint egy ihletet adott a mai modern receptekhez, a mai modern technológiához, hogy valóban ilyen szépen itt habozzon előttünk ez a még titkos nevű sör. Navracsics Tibor, az Európa Kulturális Fővárosa projektért is felelős miniszter, és Bérci László Bernát apát közösen leplezték le a söröket, s már is láthatóvá vált az elnevezés és a figyelem felkeltő címke is. Ezen fel lehet fedezni gasztronómiai motívumokat, de vannak aktív turisztikai és a zenéhez kapcsolódó elemek is. Egy kellemes pohár 20-23 elfogyasztása mellett nyugodtan lehet tanulmányozni a címkét, mindenki megkereseti a kedvenc motívumát. A kóstolón Navracsics Tibor elmondta, hogy már kevesebb, mint fél év van hátra a kezdésig. A 2023. január 21-én kezdődő kulturális év sikere érdekében fontos, hogy a több ezer programot minőségi gasztronómiai események, termékek is támogassák. Meg vagyunk arról győződve, hogy ez a térség legalább olyan értékeket tud felmutatni, mint Európa más, jóval felkapottabb térsége, ahova turisták milliói özönlenek évről évre, vagy amiről adott esetben honfitársaink is ájultan számolnak be, hogy milyen csodálatos helyeken jártak. Ez a térség legalább olyan hagyományokkal rendelkezik, legalább olyan szépséggel bír, és legalább olyan kiváló emberek lakják, mint Európa más térségeit. A 2023 az LKF hivatalos söre csapolva napról napra több helyen kapható Veszprém és a régió kiemelt vendéglátóipari egységeiben, hamarosan pedig üveges változatban is megjelenik. A sör nevére érkezett pályázat nyertese ajándékcsomaggal gazdagodott, és természetesen egy karton 2023 sörrel. Az Európa Kulturális Fővárosa 2023-ról szóló híradásokat támogatta a tapolcai székhellyel működő Eszelbau Kft. Zalahalápon is nagy múltja van annak, hogy minden évben megrendezik a falunapokat. Nagy sikere van a focitornának, a közös főzéseknek, a megszámlálhatatlan lángosnak és palacsintának, na és nem utolsó sorban a színvonalas programoknak. Ezen az alkalmon kerülnek átadásra a település értékes elismerései úgy, mint a díszpolgári cím és a településért érdemérem. Mintha ezt a parkot éppen azért hozták volna létre, hogy jól elférjenek a népszerű játékok, hogy megpihenhessenek a halápiak a különleges alkotásokat mutató fák tövében, és legyen hely minden csoportnak, egyesületnek, baráti, szomszédi közösségnek, hogy kialakítsák főzőhelyüket, amely ezen a napon fontos szerepet tölt be. Az idei a 29. falunap volt, melynek létrejöttét ezúttal pályázat is segítette. A tradíció úgy érzem, hogy meghozta a hatását, tehát az emberek összetartozását, egy közösséget alkotását erősítő rendezvényen vagyunk most is. Ezt legfőképpen a főzőcsapatok tevékenysége aranyozza be. 11 főzőcsapat van, igaz, hogy tavaly 18 volt, de ez is egy óriási szám. A fél falut megetették, ha másról nem is beszélünk. Közben megy a műsor, találkoznak vadidegenek, ismerősek, ismeretlenek, és jól érzik magukat, körülbelül erről szól a falunap. Elmaradhatatlan résztvevői a közös programnak a helyi nyugdíjas klub tagjai. Összeszedtem a csapatot, akivel szokjuk csinálni a lángost, és bevetés
főztük, krumplit főztük, minden, amivel szükséges a lángoshoz. Felkészítünk nagy erővel. Mit jelent önöknek a falunap? Miért fontos, hogy itt legyen a nyugdíjas klub a falunapon? Azért fontos nekünk, hogy ezzel is hozzájárulhatunk a falu közösségéhez. Részt veszünk, amivel tudunk, a nyugdíjas klub mindenben részt vesz. Mennyi lángos fogyott a délután folyamán? Hát talán még 10 kiló lisztünk maradt a 80-ból. Jelen volt a programon Navracsics Tibor országgyűlési képviselő, miniszter, aki a közösségek fontosságáról beszélt, és annak jelentőségét emelte ki, hogy szerencsések vagyunk, mert mi békében ünnepelhetünk. Becsüljük hát meg ezt, hogy mi békében élünk, még ha egyre nehezebb gazdasági körülmények között is, de ezekben az egyre nehezebb gazdasági körülményekben is egyre inkább oda tudunk figyelni egymásra. A közösségek tartanak meg minket, a barátok, azok az emberek, akiket szeretünk, akikre odafigyelünk, akikkel együtt éljük az ünnepnapjainkat, mint például ez a falunap is, akár itt Zalahalápon, akár az ország bármely más pontján. A köszöntő gondolatok után került sor a díjak átadására. Zalahaláp új díszpolgárának, dr. Gelencsér Ottót, a település korábbi, jelenleg már nyugdíjas jegyzőjét választották. Nagyon megtisztelő elismerés a közösség részéről. Hát ugye 11 éve vagyok Zalahalápon jegyző. Ebben az időszakban sok mindent megvalósítottunk, ami szemmel is látható, meg hát ami nem. Úgy érzem, hogy nem én voltam a legalkalmasabb és a legméltóbb rá, de nagyon jól esett, őszintén megmondom. Bár az én véleményem az ilyen elismerésekről az, hogy maga a nyugdíjba vonulás az nem jelent okot arra, hogy ilyen kitüntető címet kapjon az ember, de jól esik és őszintén köszönöm a falu közösségének, hogy ezt megtette. Rangos elismerést vehetett át Fülöp Zoltán, aki több szervezetnek is aktív vezéregyénisége. Részt vesz a tűzoltóság, a polgárőrség és a katolikus egyház életében. Az összes munkámat, mindent, amit lehet, és nagyon nagy örömet jelent a számomra, hogy megkaphatom ezt a díjat. Az ön számára mit jelent Zalahalap, mit jelent ezen a településen élni és aktívan tevékenykedni? Hát én 90-ben kerültem ide, mert én nem ide való voltam. Mindent jelent, én mindenben segélem, társadalmi munkában tűzoltózók, falu életét itt kell nevelni, hogy minden jó legyen. A rangos elismerések mellett hagyomány, hogy a falunapon az önkormányzat köszönetét fejezi ki az aktív civil szervezeteknek. Idén sem volt ez másként, az asztal roskadozott az ajándékoktól. Ékes bizonyítéka volt ez a nap a közösségi összefogásnak, az örömteli szórakozásnak. S minden bizonnyal már formálódnak a gondolatok, az ötletek, hogyan ünnepelnek jövőre az immáron 30. falunap alkalmából. Hagyományosan Nagy Boldog Asszony napjához kötik Halimbán a falunapi rendezvényt. Idén kétnapos programmal készültek a szervezők. A színes színpadi programok mellett nagy érdeklődés mutatkozott a művelődési házban berendezett, különleges kiállítás iránt is. Horgolt kis játékfigurák, fafaragások, üvegbe varázsolt árbócos hajók, rovarok, csipketerítők, fotók. Felsorolni is nehéz azt a színes kínálatot, amit a halimbai alkotók hoztak el a kiállításra. Míg a falunapi szórakoztató programok zajlottak, a művelődési ház belső terében ezt az érdekes tárlatot tekinthették meg az érdeklődők. Amire nagyon büszke vagyok idén, az a kiállításunk. Meghirdettük, hogy a halimbai, illetve a halimbáról elszármazott alkotókat várjuk, hogy néhány alkotásukkal vegyenek részt ezen a kiállításon, és nagyon örülünk neki, hogy 25 alkotó jelentkezett, különböző művészeti ágakban, illetve kézműves termékekkel, és nagyon-nagyon örülünk neki, tehát itt festmények vannak, természetfotók, faragások, különböző technikával készült tárgyak, illetve a helyi fürgőujjak, szorgos kezek, horgolóklub is nagyon sok alkotását elhozta. Más alkalmakkor is helyt ad a művelődési ház tárlatoknak, ilyen sokoldalú kiállítást azonban eddig még nem szerveztek. Természetfotók is díszítik a falat, melyek Kenyeres Barbara munkáját dicsérik, aki halimbai származású, évek óta foglalkozik fotózással. Egy része halimbán készült, kirándulások során sikerült egyet
egyetlen se végre kapni. Illetve a művelődési ház udvaráról is készült egy, az ott az az őszi fotó a falon elől. Valamint van még egy, az pedig a Petőfi utcának az elején készült, az egy téli fotó. Azt még valaha, amikor itthon laktam, mert én ugye eredetileg halimbai vagyok, az anyukámnak a házából készítettem. Kijöttünk az udvarra, és megláttuk, hogyan gyönyörűen hull a hó. Gondoltam, akkor én ezt megörökítem. S bár a fotós eddig óckodott, hogy kiállításon mutassa meg műveit, most a szervező kérésének eleget tett, és nem is bánta meg. Szívből örülök neki, és jó érzés, hogy tényleg halimbaiak láthatják az alkotásaimat. Ez volt a tárlat elsődleges célja, és lám tökéletesen be is tölti. A kétnapos program alatt sokan tekintették meg a színes kiállítást, ezzel is hozzájárulva ahhoz, hogy tovább erősítsék a helyi közösséghez való tartozást, a község értékeinek őrzését és továbbadását. Te is szeretnél részt venni államhatáraink védelmében? Akkor jelentkezz a rendőrség kötelékébe szerződéses határvadásznak. Részletek a www.polisz.hu oldalon, vagy munkaidőben hívd az ingyenes 0680 310 100-as, vagy 0680 203 983-as telefonszámok bármelyikét. A Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata a nyár folyamán rendszeresen mutat be rövid filmeket, melyek a vizek veszélyeire hívják fel a figyelmet. Ezúttal a pánikról ejtünk szót. A pánik egy nagyon veszélyes állapot a vízben. Ilyenkor megszűnik a külvilág érzékelése, nem tudjuk kontrollálni a gondolatainkat és a mozgásunkat, ami a légzésünkre is igaz. Pillanatok alatt elmerülhetünk, ha nincs rajtunk mentő mellény. A mentő mellén fenntartja a pánikban lévő embert a víz felszínén. A pánik elkerülésére javaslunk egy módszert, amit érdemes gyakorolni is vízi helyzetben, hogy szükség esetén eszünkbe jusson. Ha bármi váratlan történik velünk a vízben, amitől megijedünk, hajtsuk végre a következő gondolatsort. Állj meg, lélegezz, gondolkozz, cselekedj. Ha ezt begyakoroljuk és eszünkbe jut váratlan helyzetekben, nagyon sokat tehetünk magunkért és a pánik elkerüléséért. A vízbefulladások oka nagyon gyakran a pánik. Még jó úszók is pánikba eshetnek egy váratlan helyzetben. Mentő mellényben még akkor is a víz felszínén maradsz, ha pánikba estél. Nem jó, de nem is tragikus a Balaton vízállása, mondják a szakemberek. Aggasztó hírek érkeznek a szomszéd megyéből, ahol a Velencei tó a kiszáradás szélén áll, közben Kelet-Magyarországon néhány kisebb tóhelyén már csak száraz síkság található. A Balaton vízállása is elmarad az ideálistól, de a magyar tenger esetében jelen állás szerint még nem szükséges kongatni a vészharangot. Amennyiben a mostani rendkívüli aszályos évet több csapadékosabb követi, ahogy korábban, úgy most is visszaállhat a természetes állóvizek vízállása az ideálisra. Híreink végére értünk, azonban hamarosan kezdődik a Zóna magazin. Nézzük, milyen témákat hoz mai műsorvezetőnk, Iván Anna.
köszöntöm nézőinket! Mai adásunkban részletesen beszámolunk az Egészségpart című programról, amely ingyenes szűrővizsgálatokra nyújtott lehetőséget Csabrendeken. Aztán jó hangulatú falunappal ünnepeltek a halimbaiak, kiállítást rendeztek, és színes rendezvényekkel töltötték meg a két napot Nagy Boldogasszony ünnepén. Majd megismerhetik a Nyirádi Klári nénit, aki szívesen, ízesen mesél a régmúltról. És mivel nehéz ősz előtt állunk, hallgassák meg a térség országgyűlési képviselőjének, Navracsics Tibornak a gondolatait. Tehát érdemes velünk tartani, ma én várom Önöket a Zóna magazinnal. Kedves nézőink, most programajánlónk következik. Augusztus 20-án Csabrendeken a 10 órás szentmisét követően 11 órakor kerül sor az ünnepi műsorra, kenyéráldásra. Ezután ünnepi képviselőtestületi ülésen hirdetik ki az idei díjazottakat, és átadásra kerül a Csabrendekért érdemérem is. Nagyvázsonyban 11 óra 30 perckor kezdődik a Szent Mise, majd ezt követően Fábri Szabolcs polgármester mond ünnepi köszöntőt, és átadásra kerülnek a Nagyvázsony jó hírneve díjak. Sümegen 19 órakor kezdődik, itt is a Szent Mise után a városi megemlékezés és az új kenyér megáldása. Köszöntőt Vég László polgármester mond, majd Ez az ország a te hazád címmel hallhatnak ünnepi műsort a jelenlévők. Az ünneplések az este folyamán is folytatódnak. Szigligeten 20 órakor ünnepi koncertre kerül sor, majd 21 órakor tűzijátékban gyönyörködhetnek az érdeklődők. Ajkán már színes programok lesznek a délután folyamán is, este 8 órakor mond köszöntőt a város polgármestere és Navracsics Tibor országgyűlési képviselő. Ajkán is elismerő díjak átadására kerül sor, és ünneplik a Székely Keresztúrral való 30 éves testvérvárosi kapcsolatot. Tapolcán mától kezdve zajlanak az ünnepi napok és borhét. Jeles zenekarok és fellépők színesítik a műsort az öt nap során. Augusztus 20-án térzenét követően ünnepélyes zászlófelvonásra kerül sor 10 órakor, majd ezután mond köszöntőt a város polgármestere, és az ünnepi műsorok egészen késő estig folytatódnak. Jó szórakozást, kellemes időtöltést kívánunk mindenkinek! A Zóna Televízió programajánlóját a sümegi Hotel Kapitány Wellness támogatja. Híradónk végén nézzük, milyen idő várható a következő napokban. Cseh Zoltánt hallják, a vmeteo.hu szerkesztőjét. Köszöntöm a Zóna TV nézőit! Csütörtökön tetőzik a hőség, a pénteki nap hidegfrontot hoz, a hétvége kissé szeles lesz párfokos lehűlés mellett. Csütörtökön méretjük a legmagasabb hőmérsékletet a héten. Gyengén felhős ég mellett mérséket déli szélben a reggeli 20 fokot követően délután 35 fokig érkezik. Pénteken délután hideg front érkezik, de már előtte előfordulatnak záporok, zivatarok. A front érkezését megélénkülő északnyugati szél és újbóli záporok, zivatarok jelzik. Az enyhe éjszaka után 23 fok körül ígérkezik a minimum, még 30 fok is lehet a délutáni órákban. A front érkezésekor gyorsan hűl a levegő, késő este 20 fok lesz.
Szombaton változóan felhőségre tekinthetünk fel, gyorsan robognak a gomoly felhők, de csupán jelentéktelen záporeső alakulhat ki. Élénk, olykor erős északnyugati szél fúj, a hőmérséklet 18 és 26 fok között váltakozik. A vasárnapi nap is mozgalmas égboltot garantált, csapadék nélkül, széllel 18 és 25 fok közötti hőmérsékletekkel. A jövő hét elején megnyugszik időjárásunk, egyre szárazabb levegő helyezkedik fölénk, fokozatosan erősödik a nappali felmelegedés, de 30 fok alatt maradnak a maximumok. Köszönöm a figyelmet! Most nézzük híreinket ismét röviden. Egészségpart, ingyenes szűrések csabrendeken. Találó név lett a 2023. Megválasztották az Európa Kulturális Fővárosa hivatalos sörét. Díjátadások. Kitüntető címek a zalahalápi falunapon. Közös kiállítás. A halimbaiak megmutatták művészi és hobbi alkotásaikat. A Balaton felvidék, Sümegés térsége körzeti televíziójának weboldala már az Önök kezében van. Friss információkért csak egy kattintás a zonatv.hu-ra, és már is minden elérhető. Televíziós műsoraink és az aktuális kis hírek mellett hirdetési felületeink is várják partnereinket. Együttműködésünk alapján képezik a bannerek, valamint a rovatokhoz társítható reklámblokkok. Miközben nézőink böngésznek oldalunkon, közben elérhetik az Ön szolgáltatását, termékeit. Professzionális, egyedi megjelenést biztosítunk. Várjuk mindazokat, akiknek fontos a webes jelenlét. Zonatv.hu. Egy újabb platform, ahol kapcsolatot teremtünk. Várjuk hirdetőink jelentkezését megújult négykeretes képújságszolgáltatásunkkal. Felületünk alkalmas lakossági apró hirdetésekhez, vállalkozói megjelenésekhez, szolgáltatások népszerűsítéséhez, közérdekű információk közléséhez. Műsorainkat követhetik nézőink Sümegen, Ajkán és Tapolcán, valamint a környező községekben, összesen már 80 településen. Tehát ha hirdetésről van szó, akkor is Zóna Televízió. Kedves nézőink, a digitális kábelrendszeren, tehát a televízió készülékeken minden reggel 8 órakor, 12 és 15 órakor, valamint este 7 órakor láthatják ismétléseinket. Műsorainkat visszanézhetik közösségi oldalunkon. Kövessenek minket, kérjük jelöljék ismerősnek a Zóna TV-t. Érdemes honlapunkra kattintani, ez a jól ismert zonatv.hu, és böngészni korábbi anyagaink, aktuális híreink között. Most következik a Zóna magazin, legközelebb is várjuk Önöket, viszontlátásra! Köszöntöm nézőinket! Mai műsorunkban is tartalmas témákat kínálunk Önöknek. Ez itt a Zóna magazin, és már mutatjuk is a kínálatunkat. Fel kell készülni az őszi időszakra. Interjú Navracsics Tibor miniszterrel, országgyűlési képviselővel. Egészségpart. Csabrendekre látogatott az ingyenes szűrővizsgálati program. Falunap. A közösség ünnepe Halimbán. Hogy is volt? Nyirádi emlékek. A Balaton felvidék, Sümegés térsége körzeti televíziójának weboldala már az Önök kezében van. Friss információkért csak egy kattintás a zonatv.hu-ra, és már is minden elérhető. Televíziós műsoraink és az aktuális kis hírek mellett hirdetési felületeink is várják partnereinket. Együttműködésünk alapján képezik a bannerek, valamint a rovatokhoz társítható reklámblokkok. Miközben nézőink böngésznek oldalunkon, közben elérhetik az Ön szolgáltatását, termékeit.
professzionális, egyedi megjelenést biztosítunk. Várjuk mindazokat, akiknek fontos a webes jelenlét. zonatv.hu. Egy újabb platform, ahol kapcsolatot teremtünk. Várjuk hirdetőink jelentkezését megújult négykeretes képújságszolgáltatásunkkal. Felületünk alkalmas lakossági apró hirdetésekhez, vállalkozói megjelenésekhez, szolgáltatások népszerűsítéséhez, közérdekű információk közléséhez. Műsorainkat követhetik nézőink Sümegen, Ajkán és Tapolcán, valamint a környező községekben, összesen már 80 településen. Tehát ha hirdetésről van szó, akkor is Zóna Televízió. Szemorvosként gyakran a Panoptix multifokális műlencsét javaslom pácienseimnek szürke ájog műtétjükhöz. Öröm látni, amikor az operációt követően ismét visszanyerik látásuk szabadságát. Válassza a Panoptix multifokális műlencsét, mellyel akár szemüveg nélkül élhet szürke ájog műtétje után. Bővebb információért látogasson el a www.alkonmulence.hu honlapra. Kérjen teljes körű tájékoztatást szemorvosától a szürke ájog műtét várható előnyeiről és kockázatairól. Az elmúlt hétvégén is számtalan programon vett részt Navracsics Tibor, országgyűlési képviselő a választókerületben. Szívesen hallgatja meg az itt élők problémáit, helyi törekvéseiket. A Halimbai falunapon adott interjú televíziónknak, ahol szólt a következő időszak nehézségeiről is. Hogyan értékeli, mi a jelentősége a falunapnak Halimbán? Egy közösségi találkozóhely, ráadásul, mint láthatjuk, rendkívül népszerű közösségi találkozóhely, és ilyenkor nyáron talán mindenkinek több ideje van arra, hogy egy kicsit lazítson, találkozzon az ismerőseivel, átbeszéljék a dolgokat, főleg úgy, hogy egy meglehetősen nehéz ősz előtt állunk, hiszen most már mindannyian látjuk, éppen polgármester asszonnyal is erről beszéltünk, hogy az elkövetkező őszi-téli időszak azért a megnövekedett energiaárakkal nagyon komoly próbatétel elé állít mindenkit majd. És talán jól esik egy ilyen nehezebbnek ígérkező időszak előtt lazítani egy kicsit. Mennyire jellemző, hogy az emberek, látjuk, hogy sokakkal beszélgetett, rá is kérdeznek erre, hogyan látja az őszi időszakot? Én azt hiszem, hogy készülnek arra, hogy nehéz időszak lesz, de mégis lélektanilag az a sokkoló, amikor az ember készhez kapja a számlát, amikor hiába készül rá, hogy most már többet kell fizetni, amikor kijön a számla, és látja, hogy sokkal drágább az energia, ennek biztos, hogy lesz egy negatív hatása a közhangulatra is. Ilyenkor felértékelődnek a közösségek, tudnunk kell segíteni egymásnak, tudnunk kell arról, hogy ki az, aki bajba kerül, ki az, akin segíteni kell, és hát nekünk magunknak is kreatívabbnak kell lennünk a segítség eszközei tekintetében. És talán egy falu jobb keretet ad egy ilyenre, hiszen kisebb közösség, az emberek jobban oda tudnak figyelni egymásra. És lehet, hogy éppen ezek az ismerettségek most egy ilyen falunap alkalmával alapozódnak meg. Néhány évtizeddel ezelőtt az volt a fejlődés jele, hogy a gázt bevezették mindenütt vidéki településeken, és most pedig ugye az lesz jó helyzetben, aki tűzifával fog fűteni. Ön hogy látja ezt? Ez így van, mert úgy tűnik, hogy az, ami akkor egy ígéretes és olcsó befektetésnek tűnt, az már elsősorban a háború miatt, a háborús szankciók miatt egy nagyon rossz üzlet lett, minden más tulajdonképpen jobb, és valóban visszatérünk a fához, de ott vannak mellette az alternatív energiák is, a napelem, a napenergia, adott esetben a szélenergia ezen a vidéken is éppen szerepet játszhat itt a Bakony környékén. Vagyis ebben a tekintetben is kreatívabbnak kell lennünk, egy korszakhatáron vagyunk, ez sohasem könnyű, nekünk magunknak is változtatnunk kell a szokásainkon és az eddigi beidegződéseinken, hogy fent tudjuk tartani a saját életminőségünket. Nagy jelentősége van az időben észlelt betegségeknek, hiszen a gyógyulási arány ezekben az esetekben igen magas. Ehhez a szűrővizsgálatokon átvezet az út. A kisebb településeknek biztosít jó lehetőséget az egészségpart elnevezésű program, amely a múlt héten Csabrendekre látogatott el. Mutatjuk is a részleteket.
Korán reggel megtelt a tér, sokan voltak, akik éltek a lehetőséggel, és elszánták magukat arra, hogy esetleg régebb óta halogatott vizsgálatokon vegyenek részt. A sajtótájékoztatón Navracsis Tibor, országgyűlési képviselő miniszter azt hangsúlyozta, a kormány célja a programmal, hogy eljussanak a kisebb településekre, ahol a lakosság helyben veheti igénybe ezeket az egészségügyi szolgáltatásokat. Térség országgyűlési képviselőjeként magam is naponta szembesülök ennek a térségnek is a gondjaival, illetve annak fontosságával, hogy az egészségügyi ellátásban is a kezelésekről, a diagnosztizálásról egyre inkább a megelőzés felé próbáljuk meg eltolni a hangsúlyt, hiszen itt ebben a térségben, amely sok szempontból hátrányos térségnek is minősül, a részben a lakosság egészségi állapotának javításán, illetve a betegségek korai felismerésén keresztül vezet az út a felíveléshez, illetve a térség helyzetének javulásához. Müller Cecília tiszti főorvos kiemelte, hogy már több mint 370 településre eljutott a szűrőbuszos program, amely tavaly óta kiegészült az egészségparttal, vagyis a balatoni települések és a háttértelepülések ellátásával. Idén május óta már 60 helyen végeztek széleskörű vizsgálatokat, közel 7000 ember szűrését látták el. Tudjuk azt, hogy Magyarországon a vezető halálok a szívérendszeri megbetegedések, és mellette szorosan sajnos felzárkózik a rosszindulatú daganatos megbetegedések is. Hogyha valaki ma itt végigjár ezeken a buszokon, akkor jó eséllyel ki tudja szűrni azt, hogyha ezeken a területeken valamilyen problémája van. Szeretném itt felhívni a figyelmet a népegészségügyi szűrővizsgálatokra is. Ezek egyértelműen a daganatos megbetegedéseknek a kiszűrését szolgálják, bizonyítékokon alapulnak, a korai felismerés pedig teljes gyógyulást eredményezhet. Én azt gondolom, hogy ez a legfontosabb üzenet, amit a mai napról el kell vinnünk haza, mert a vastagbélszűrés, a rákszűrés, a nőgyógyászati területen pedig az emlőszűrés és a méhnyakrákszűrés rendkívül fontosak, hiszen ezeknek a megbetegedéseknek jelentősen a számuknak a csökkenését szolgálja az időben kiszűrt betegség. Felelősen gondolkodjunk, és azokat a lehetőségeket, amit térítésmentesen rendelkezésünkre állnak, ezt kihasználjuk, felhasználjuk, és tulajdonképpen kölcsönösen a kormányzat nyújtja a kezét, mi pedig térítésmentesen ezt elérjük, és így azt gondolom, hogy egy nagyfokú egészségnyereség lesz ennek az eredménye. A szűrőbuszok komfortos körülmények között biztosították a vizsgálatokhoz a helyszínt a felkészült szakemberekkel együtt. Az általános állapotfelmérésen kívül szájüregvizsgálatra, légzésfunkcióvizsgálatra került sor. Kardiológushoz is fordulhattak az emberek a leleteikkel, és nőgyógyászati szűrésen is részt vehettek. Előfordul, hogy az ehhez hasonló alkalmakon derül ki, hogy probléma van az egészséggel. 15 alkalommal volt, amikor extrém magas vérnyomást mértünk, vagy pont éppen zajló infarktust csíptünk el, vagy egy olyan szívritmus probléma volt, amit mentőt hívtunk, és másnap a páciens pacemaker készüléket kapott. Vannak ilyen rendkívüli eseteink is, általában ez szokott lenni, magas vérnyomás, szívritmus problémák, illetve magas vércukorérték, és vannak, amik nem ennyire nagyon tragikusak, de látunk egy kezdődő csontritkulást, látunk egy kezdődő egészségi állapotban romlás, például elhízás, vagy éppen egy kis emelkedett koleszterin szintet, vércukorszintet, életmódbeli tanácsokkal ellátjuk a pácienseket, és nagyon fontos, mindig elmondjuk, hogy keresse ezzel az eredményekkel a házi orvosát. A házi orvos ismeri legjobban a pácienst, ő tudja a legjobb tanácsokat adni, és végülis ő látja tovább életét is. Mi a vélemény ezzel a lehetőséggel kapcsolatban, hogy itt a községben lehet most elintézni egy pár orvosi vizsgálatot? Hát ez jó dolognak tartom, mert azért mindenkinek szüksége van, vagy kíváncsi ezt lehetne rá, hogy milyen az egészségi állapota. Ha nincs itt helyben ez a lehetőség, akkor is rászánta volna magát? Nem. Az igazság, hogy van egy-két dolog, ami kicsit bosszant, de hát
ha már itt van az egészségügyi központ, akkor az ember kihasználja a lehetőséget. Nagy segítséget jelent, hogy most itt helyben van erre lehetőség? Biztosan, mert az emberek munkaidőben nehezen mozdulnak, nehezen kapnak időpontot, nehezen mennek bárhova, elorvoshoz innen a nagyközségből, bevárosokba, Sümegre, Tapolcára, Ajkára. Itt helyben sokkal könnyebben, rugalmasabban megoldják, és tényleg itt van egyben minden egy helyen. Ez nagyon nagy segítség. A környező településekről is érkeztek, a zalaszegváriakat a polgármester szállította a vizsgálat helyszínére. Mint településvezető segítséget biztosítottam a falumban élő embereknek eljutni ide, ha már egyszer gondoltak a vidéki emberre, és hát akkor kiveszem belőle én is a részemet. A tiszti főorvosasszony és miniszter úr is megtekintette a vizsgálatok helyszínét. Nagyra értékelték azt a széleskörű összefogást, amelynek eredményeképpen létrejött ez a program. Navracsics Tiborral az egészségügy nehézségeiről is váltottunk néhány szót. Akiket megkérdeztünk, valamennyien üdvözölték ezt a lehetőséget, ugyanakkor hozzátették, hogy itt helyben és a környező településeken nem túlságosan jó az egészségügyi ellátás. Ön hogyan látja ezt, illetve az a közelgő egészségügyi reform, amire majd sor kerül, fog-e ezen változtatni? És ha igen, akkor hogyan? Igen, sajnos nem is annyira intézményi problémák, mint inkább emberi problémák vannak, kevés az orvos, hiszen azt láthatjuk itt a térségben, itt az Ajkától nyugatra eső térségben, hogy sok esetben az egészségügyi ellátás problémáit, az ügyeleti rendszer problémáit nem is annyira a pénzhiány, mint inkább az orvos hiány okozza. Itt Sümeg és térségében is az ügyeleti rendszer megszervezése sokszor jelent gondot. Abban bízunk, hogy egyrészt a közelmúlt orvosi béremelései, az egészségügyi szakdolgozókat érintő béremelések, és aztán az elkövetkező években pedig az egészségügyi reform lépései vonzóbbá is teszik egyrészt az egészségügyi pályát, másrészt pedig kiegészítő intézkedésekkel és kiegészítő lépésekkel itt ebben a térségben is könnyebbé tehetjük azt a fiatal orvosok számára, hogy letelepedjenek, hiszen sok esetben az is gondot jelent, hogy valaki elvégzi az orvosi egyetemet, és ebben a térségben egyszerűen nem engedheti meg magának, hogy egy lakást vásároljon, hiszen nem jön ki a fizetéséből, vagyis azt kell mérlegelnünk az önkormányzatokkal együtt, hogy mivel tudjuk támogatni még a letelepedő orvosok lakhatási körülményeit. Az Európa Kulturális Fővárosa projekt keretében megvalósuló programok során lesz-e majd lehetőség arra, hogy az egészségügy is fókuszba kerüljön? Igen, már most is van. Szócska Miklossal, az Egészséges Magyarország program vezetőjével már tavaly megállapodtunk abban, hogy a fenntarthatóság mindannyiunk számára az egészséges életet is jelenti, és ennek keretében már tavaly is voltak szűrővizsgálatok a Balatonparton, az Európa Kulturális Főváros a régióban, és most is, idén is, hiszen ennek az egyik állomásán vagyunk itt most Csabrendeken, amely a Nemzeti Népegészségügyi Központ támogatásával is valósul meg, és amelynek a célja az, hogy a fenntarthatóságot így is megvalósítsuk, így is hozzájáruljunk a térség életminőségének javításához. A tiszti főorvosasszonnyal való találkozásunk alkalmával természetesen megkérdeztük, mi jellemző most a COVID helyzetre. Magyarországon azt tapasztaljuk, hogy növekszik a fertőzöttek száma. Jellemzően egész Európában az Omikron BA4-es, 5-ös típus uralkodik ma már, amiről tudjuk, hogy nagyon nagy a fertőzési hajlama, az a bizonyos reprodukciós ráta, tehát egy fertőzött sok másik személynek fogékonynak tudja átadni a fertőzést. Ugyanakkor azt látjuk, hogy jellemzően enyhén zajlanak a megbetegedések szerencsére, tehát a kórházban fekvők és pozitív személyek nem feltétlenül és nem kizárólag a koronavírus fertőzésük miatt fekszenek a kórházban, hanem más egyéb betegségük miatt, de közben kiderül a pozitivitásuk is. Azt is látjuk, hogy Portugáliában már csökken a megbetegedések száma, Spanyolországban is, tehát abban reménykedünk, hogy talán augusztus folyamán Magyarországon is megállapodik, és nem nő már tovább talán a fertőzések száma. Várjuk az új típusú oltóanyagot is,
a napokban jelentette be a Pfizer cég, hogy nagy valószínűséggel az Európai Gyógyszerügynökség már engedélyezni fogja az Omikron specifikus oltóanyagot őszre, de aki még egyáltalán nem vette fel a védőoltást, mindenképpen arra buzdítom, hogy a meglévő oltóanyagokat felhasználva feltétlenül oltassa be magát, hiszen egy keresztreakció, egy valamilyen fokú védettség mindegyik variánssal szemben kialakul, akármilyen típus is támad éppen. Folytatódni fognak az oltási akciók és az ősz folyamán? Folyamatosan rendelkezésre állnak a védőoltás felvételének a lehetősége. Az oltópontokon időpontfoglalással és anélkül is lehet menni, és az összes házi orvosnál is. Tehát most gyakorlatilag minden nap a házi orvosnál lehet jelentkezni védőoltás felvételére. Többféle oltóanyag áll még mindig rendelkezésünkre, úgyhogy most lehet válogatni. Bármelyik napon fel tudja keresni valaki a házi orvosát, illetve jellemzően pénteki napokon az oltópontokat. Halimbán a Nagy Boldogasszonyról elnevezett templom búcsójának napján tartják a falunapokat, amelyek mindig nagy sikert hoznak. Visszatérnek a faluból elszármazottak, összejön a rokonság, még ugyanúgy zajlik minden, mint korábban. A programok összeállítása során arra fordítanak nagy figyelmet, hogy lehetőség szerint mindenki megtalálja a kedvére valót. A művelődési ház előtt kreatív népi játékok, a színpadon színes programok és hozzá a sok elmaradhatatlan finomság. No és jó kedv, barátság, nyugalom! Gyermekprogramokkal indult a kétnapos halimbai falunapi kavalkád. A kicsik és szüleik rögtön meg is alapozták a jókedvet, melyhez a Neve Nincs zenekar koncertje nagyban hozzájárult. Akinek pedig kedve volt, kihasználhatta, hogy a művelődési ház udvara egy nagy zsongó játszótéré alakult. Az önkormányzat fontosnak tartja, hogy biztosítsa ezt a lehetőséget. Idén saját forrásból tudták megvalósítani a rendezvényt. Nagyon sok ember itt találkozik egymással, akik esetleg egész évben nem érnek rá egy kicsit összejönni, vagy elszármaztak és hazajönnek. A másik oldala pedig az, hogy nagyon sokan részt vesznek a falunap szervezésében, nagyon sok önkéntesünk van, illetve a saját dolgozóink is, és az ő közös produktumuk ez a falunap, és azt gondolom, hogy a közös munka az mindig jó közösségszervező erő, tehát ez is összehozza a segítőinket. Kovácsné Weber Eszter polgármester asszony hasonló gondolatokat fogalmazott meg nyitó beszédében, hangsúlyozva azokat az eredményeket, amelyek az elmúlt évben fejlődést hoztak. Ugyancsak a közösség összetartó erejét emelte ki Navracsics Tibor országgyűlési képviselő miniszter is köszöntőjében. Kiváló közösségi találkozóhely a falunap, emelte ki. Ilyenkor nyáron talán mindenkinek több ideje van arra, hogy egy kicsit lazítson, találkozzon az ismerőseivel, átbeszéljék a dolgokat, főleg úgy, hogy egy meglehetősen nehéz ősz előtt állunk, hiszen most már mindannyian látjuk, éppen polgármester asszonnyal is erről beszéltünk, hogy az elkövetkező őszi-téli időszak azért a megnövekedett energiaárakkal nagyon komoly próbatétel elé állít mindenkit majd. És talán jól esik egy ilyen nehezebbnek ígérkező időszak előtt lazítani egy kicsit. Ezen a délutánon tehát az önfelett szórakozásé volt a főszerep. Fiatalok és éltesebb korúak egyaránt fontosnak tartották, hogy részt vegyenek a közös programban. Miért gondolták a családdal együtt, hogy eljönnek a falunapi programokra?
Mert nagyon izgalmasnak ígérkezett, gyerekprogram is van, felnőtteknek is van, énekes műsor, úgyhogy úgy gondoltuk, hogy jó kis kikapcsolódás lesz az egész család számára. Mi a jelentőség az ön véleménye szerint itt a faluban élők között, hogy van ilyen rendezvény? Nagyon hasznos szerintem, mert ez egy nagyon jó közösségkovácsoló esemény ez a falunap, és minden évben nagyon jó hangulatú a bál is, a programok is, úgyhogy nagyon szeretjük. Időközben már a művelődési ház előtti utca is megtelt a nagyobb gyerekekkel, akik kedvükre próbálgatták a sokszor nem is olyan egyszerű játékos ügyességi feladatokat. Szerinted miért jó, hogy van ilyen rendezvény a faluban? Hát sokan összegyűlnek, szerintem meg azért jó, hogy nem mindenki szétszórtan van, jó programokkal, szerintem egész jó. Nekem a nagyszüleim laknak itt, őhozzájuk szoktam jönni. Ma megyek sajnos haza, mert van másik programunk, és hát körbe szeretnénk járni az egészet. Szerintem azért, mert hogy az emberek össze tudnak gyűlni, és lehet egymást tréfálgatni, meg tudnak jól beszélgetni. Meg lehet mókázni, meg hogy a falut föl tudják ismerni. Nos, a fiúk minden fontosat elmondtak, és nekik igazán el is hihetjük. A hangulat szombat este és a vasárnapi napon még csak fokozódott. Ezt azonban ezúttal nézőink fantáziájára bízzuk. Aki ott volt, tudja, aki pedig nem, jövőre ki ne hagyja a halimbai programkavalkádot. Hogy is látja egy 90 éves ember a mai világot? Látott-e már hasonló aszályt, mennyire fontos számára a közösség, a szeretett község? Erről is beszél a Nyirádon élő Klári néni most következő interjúnkban. A helyi értékek megőrzéséhez tartoznak a településen élő idős emberek történetei is. Szalai Sándorné Klári néni szívesen és színesen mesélt nekünk arról, hogy milyen volt az élet Nyirádon, amikor 1952-ben, 70 éve, fiatalasszonyként oda került. Azt hittem, hogy gazdagabb népek laknak benn, mert ide az alahalápon keresztül vitték a nyirádiak hozzák a gobnát, a nyirádiak hozzák a krumplit, mert a nyirádi krumpli milyen jó. Hát, jó, voltak gazdagabbak is, mondjuk az én apósom az olyan középparaszt volt, 7 hódfődje volt. Nagy szegénység volt itt is, akkor volt az a nagy bádásos világ, mikor ide kerültem. Még ha egy disznót levágtunk, orvus be kellett szolgáltatni 2 kiló zsírt. Aztán mindegy, mekkora volt az a disznát, akkor nem voltak 2 mázsások. Örültünk, ha 1 mázsás volt. Mert volt egy malacunk, akkor még a szülők adtak, ugye, aki férhez ment lánynak, malacot is, borgyut is, egy lyukalja csibét. Azt, amit én kaptam halápró malacot, az nyőtt meg 120 kilósra. Hát az kellett leanyi a báudásba, mert a mangalicák kisebbek voltak. Na, mikor ide kerültem, ugye mindjárt az én uram, hogy lovad vesz, aztán fuvaroz. Tényleg akkor a fuvarosoknak jól ment. Megcsináltott a szekerebi kocsi lett, akkor vett egy lovat, aztán fuvarozott. De hát akkor megbegyütt a téhez, ugye. Mert már mancit oda vittük be a téhezbe. Akkor könnyebb lett volna már, de így hát meghiúsult a számítás. Az asszonyok életét akkoriban nem könnyítette meg annyiféle háztartási gép, mint napjainkban. Mosni sem volt egyszerű, s bizony be kellett osztani a nehezen megkeresett forintokat. El volt az uram a bányár, 500 forint előleget adtak. Most össze el se én adták,
volt 15-ig ki kellett tartani, 2 hétig. De hát akkor még a boltba is sóért, cukorért mentünk, Petromért, már még akkor itt villany se volt. Nem sok mindent vettünk. Mosóport se vettünk, már az is pénzbe került, hamuslukba mostam. A ruhát, azt leortam a folyóra öblögetni. Ha sok ruha volt, ágynemű, akkor meg az öreg kutra. Kézzámostunk. Meg akkor egy héten egyszer cserétek ruhát. Nem minden nap, mi most. Szegény apósomnak olyan volt a zümegnyak, nem volt gyökérkáfase, hanem a teknőben kukoricatusával dörgöltem a férfi nyakát, meg a mancsettát, hogy ide megtisztuljon. De hát a hamuslugak kivitte, már az jobb volt, mint az asszondicséret, az volt a legelső mosópor, asszondicséret. De bauxitot is, a bauxitos ruhát és a hamuslugga sokkal könnyebben kimostuk. Klári néni megadta a lukkészítés receptjét is. A hamut, cserfahamut megszitáltuk, hogy a szemét ne menjen bele, vartunk egy zacskót, abba bele hamut, akkor volt egy mosófazék, annak mondtuk, ilyen plébi volt, annak a fülire kötöttük, teli vízzel, főtettük, míg a foly nem forrott, mikor főforrott, már akkor volt a lug, és avval lehetett könnyen mosni. Fiatalasszonyként, ahogy régen mondták, háztartásbeli volt, de mindent megtett, hogy ő is hozzájáruljon a családja megélhetéséhez. Dolgozott a TS-ben, megtanult birkát nyírni, és megtanult grillás tortát készíteni is, ami nem csak örömöt okozott neki, hanem a világ számos pontjára eljuttatta. Közben a szegénység mellett megtanultam riótortát csinálni, ezt a pörkölt tortát. Azt, amit avval kerestem, én csak nem mind zarándok útra szántam. Voltunk Lengyelországban 2-szer. Erdélyben 5-szer voltam, a Csíksomlyóban, akkor Fatimába 3-szor, Lourdesba 4-szer. Hát nem tudom elmondani, de sokfelé jártam, zarándokot. Oda szerettem menni, úgyis volt 3-4 nap oda. Na, amikor Fatimába voltunk, akkor egy hétig oda voltunk, már előbb Lourdesba mentünk, aztán Lourdesba megvártuk a nagy körmenetet, este indultunk el Fatimába, egész éjjel mentünk a buszon, egész nap úgy értünk este Fatimába. Kondor atya várt bennünk, egy magyar pap volt, aztán ahol már le volt beszélve, aki vezetőnk volt, lebeszélte vele, ott már vacsorával vártak. Olyan messzi van, akkor belementünk a tengerbe is. Ez az atya volt velünk, a Simon János. Aztán mondom, most milyen messzi vagyunk Nyirától, plébános úr. Azt mondja, hát Klári néni, Amerikához közelebb vagyunk, mint Nyirától. Azért mondom, hogy mára voltunk, nem tudom, de sokfelé jártam. Ja. Diótortát készíteni a gyermekeit és az unokáit is megtanította, akik közül az egyik cukrász lett. A meleg nyári napon, a diófa árnyékában ülve, természetesen szó esett arról is, hogy gyermekkorából is emlékszik hasonló időre, de bizony akkor is dolgozni kellett. Nagyon melegek voltak, akkor mondta édesapám, hajnó harangszókor, hogy kájátek fő lányunk, menünk kötelet csinálni, ottán kezdődik az aratás, majd délben aludhattok egyet. Mert nagyon meleg volt, akkor délbe pihentünk mindig. 42-ben mentem el először napszámba. A szomszéd lányok mondták, hogy aki tud körtni, elmehet a hederi urasághoz. Kapunk 80 fillért, tehát én nem tudtam még kötni. De édesanyám levárték korrót az udvarba, aztán azon tanultam meg a zsuppa kötni. De én is mentem, azok a lányok idősebbek voltak 1-2 éve, de magamban a fráng lányok meg tudják csinálni, akkor én is. Az volt az első napszámom. Úgy napszámba jártunk. Csak nem kisdött a szemünket a nap. Nagyon meleg volt. Nyaralásról akkoriban szó sem lehetett, de egy kis kirándulásnak megtalálták a módját. Abban mentünk el kirándulni, Hévízre. Mondta édesapám, no, megkerested, most mehetsz kirándulni. Tapolcáig gyalog mentünk be, Tapolcától Keszthelyig vonattal, onnan megint gyalog ki Hévízre.
De annak is lettem kára, mert ugye cipőbe mentünk. Mi otthon csak mázikláv jártunk. Tehát főtörte a cipő a sarkunkat. Na visszafele már a hévíru gyalogvány, vagy mázikláv mentünk. Volt olyan strand, ahol bele tudtunk menni térdig érő vízbe. Hát abba belementünk, nem a fürdérő, a kombinésen. Egyet fürettünk, aztán megint eljöttünk, mégis voltunk hévize. A volt a nyaralásunk. Az ősz, az iskolaidő közelettével a tanulásról, az iskoláról is beszélgettünk. Klári néni hat elemit végzett, nagyon szeretett tanulni. Tanítónő akart lenni, de az édesapja nem engedte, kellett a segítő kéz a gazdaságukban. Azonban a tanulás szeretetéről is megosztott velünk egy kedves történetet. Nagyon szerettem tanulni. Édesapámnak járt az újság, úgy emlékszem, friss újság. Aztán akkor mindig a szomszéd emberek összejöttek, este édesapám olvasta az újságot, aztán akkor, mikor egy cikket elolvasott, akkor megvitatták, tudom, Mincán Tirű volt. Káró bácsi, a szomszéd azt mondja, tudod mit, Lajos? Az a pap elment papnak misézzen, ne politizáljon. Akkor a másik is mondott valamit, én meg elkezdtem a sírást. Mi a baj? Oda maguk politizálnak, én meg még a leckémet se írtam le. Mert ugye az asztaltú elkölött, mert milyen lámpa volt. És apám lámpát leengedte, olvasott, nem fértem oda tanulni. Mondta, gyere, akkor írd le a leckélet. Mondom, még azért is elkezdtem a sírástól, nem volt meg a leckém. Klári néni 90 év alatt rendkívül gazdag, színes, de nehéz életet élt. Ahogy ő mondta, jó is volt, meg rossz is. Bár ma már nehezen mozog, s hamar elfárad, szereti magát elfoglalni. Tyúkokat tart, malacot nevel, ludgégetésztát készít, és persze szívesen mesél a régi időkről is. Kedves nézőink, most programajánlónk következik. Augusztus 20-án Csabrendeken a 10 órás szentmisét követően 11 órakor kerül sor az ünnepi műsorra, kenyéráldásra. Ezután ünnepi képviselőtestületi ülésen hirdetik ki az idei díjazottakat, és átadásra kerül a Csabrendekért érdemérem is. Nagyvázsonyban 11 óra 30 perckor kezdődik a Szent Mise, majd ezt követően Fábri Szabolcs polgármester mond ünnepi köszöntőt, és átadásra kerülnek a Nagyvázsony jó hírneve díjak. Sümegen 19 órakor kezdődik, itt is a Szent Mise után a városi megemlékezés és az új kenyér megáldása. Köszöntőt Vég László polgármester mond, majd Ez az ország a te hazád címmel hallhatnak ünnepi műsort a jelenlévők. Az ünneplések az este folyamán is folytatódnak. Szigligeten 20 órakor ünnepi koncertre kerül sor, majd 21 órakor tűzijátékban gyönyörködhetnek az érdeklődők. Ajkán már színes programok lesznek a délután folyamán is, este 8 órakor mond köszöntőt a város polgármestere és Navracsics Tibor országgyűlési képviselő. Ajkán is elismerő díjak átadására kerül sor, és ünneplik a Székelykeresztúrral való 30 éves testvérvárosi kapcsolatot. Tapolcán mától kezdve zajlanak az ünnepi napok és borhét. Jeles zenekarok és fellépők színesítik a műsort az öt nap során. Augusztus 20-án térzenét követően ünnepélyes zászlófelvonásra kerül sor 10 órakor, majd ezután mond köszöntőt a város polgármestere, és az ünnepi műsorok egészen késő estig folytatódnak.
Jó szórakozást, kellemes időtöltést kívánunk mindenkinek! A Zóna Televízió programajánlóját a Sümegi Hotel Kapitány Wellness támogatja. Te is szeretnél részt venni államhatáraink védelmében? Akkor jelentkezz a rendőrség kötelékébe szerződéses határvadásznak. Részletek a www.polisz.hu oldalon, vagy munkaidőben hívd az ingyenes 0680 310 100-as, vagy 0680 203 983-as telefonszámok bármelyikét. Kedves nézőink! Ma ezeket a témákat kínáltuk Önöknek. Köszönjük, hogy követik adásainkat, kérjük segítsenek a videócsatornánkon és a közösségi oldalunkon a megosztásokkal, hogy minél többen láthassák műsorainkat. Múlt heti adásunkban a Raposkai falunapnak volt nagy sikere, valamint a sümegi Jakab-napoknak. Ha lemaradtak volna ezekről, kattintsanak weboldalunkra, a már jól ismert zonatv.hu-ra. Reméljük egy hét múlva szerdán ismét velünk lesznek. Beszámolunk az augusztus 20-ai ünnepségekről, és természetesen megmutatjuk a sümegi végvári napok leglátványosabb pillanatait. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!